Folyamatosan edzenek, készülnek az idei megmérettetéseikre a Bátaszékesel karate szakosztályának versenyzői. Szabó Balázs néhány éve foglalkozik ezzel a sporttal, de már most több sikert elért benne. Most egy Vadokai országos bajnokságnak az első fordulójára készülünk, ami a budapesti UTE judo csarnokban lesz. A sportolók egész évben versenyeznek, legutóbb néhány napja tértek haza tucatnál is több dobogós helyezéssel egy megmérettetésről. Egy elég komoly létszámba és komoly minőségbe oda tudtuk tenni magunkat. A 27-28 bátaszéki versenyző 17 arany és rengeteg ezüst és bronzéremmel egyébként meg is nyerte ezt a versenyt, úgyhogy ez úgy érzem, hogy jót tett a versenyzők motivációjának és önbizalmának. Majd most a múlt héten egy picit pihentünk, és most az előttünk álló hétvégén újból belecsapunk a versenyzésbe. A bátaszéki karatékák tehát egy percig sem pihennek, gőzerővel készülnek a tavaszi szezonra. A tavaszi szezonban egyébként még elég komoly megmérettetések várnak a csapatra. Ennek az egyik legnagyobb állomása, és azt mondom, hogy presztízs versenye lesz a WKF Magyar Bajnokság, ahol tulajdonképpen az összes olyan magyar egyesület, karate egyesület felvonultatja a versenyzőit, aki azt mondom, hogy a WKF versenyzésbe számít hazai szinten. És azért ez egy ranglista verseny is, amiben általában a Bátaszékese a top 10-ben benne szokott lenni, a 70-80 egyesület top 10 bázisában benne szoktunk lenni. A Bátaszékese sportolói az idei évben tervek szerint még több nemzetközi tornán is részt vesznek majd.